Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban, és mögöttünk elkezdődött a térségi középiskolánk bőrzéje. Juhász Ágnessel, az intézmény munkatársával beszélgetünk. Ön volt ennek a mai napnak az összefogója, szervezője. Mely iskolák vannak itt, mely településekre? 19 iskolát hívtunk meg. Az állandó iskolák mellett, mint a karcagiak, ugye a Varró, a Nagykonreformátus és a Technikum, itt van Kisújszállásról az Illési, akkor a Móric, de Mezőtúrról is itt van még a Református Kollégium, akkor a Teleki Blanka, Túrkevérről a Ványai, ugye, hogy most már szakképzési centrumok vannak, így a karcagi centrumhoz tartozók közül is többen megjelentek, még például Nagy László Kunhegyesről, ennek a műszaki műhelyiskolája, a Rextor műhelyiskola, akkor még Lábasi János. Két terembe helyezkednek el, tehát itt inkább az állandó, akik mindig itt szoktak lenni, ők vannak, a másik terembe pedig újabbak vannak inkább. Itt például még a Szolnoki Városi Kollégium is itt van, vagy még itt van a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum is, 6 iskolát képviselnek. Akkor Egerből is jöttek, szerintem ők vannak így legtávolabbról, hát úgy körülbelül így, meg a Kádas is itt van, jött. Tehát akkor itt a felnőtt képzésben részvevők közül is többen eljöttek, vannak, akik gyakorlatban is bemutatják, hogy mit kínálnak, látjuk, itt közben állítják fölfel a projektorokat is, tehát egy ilyen sokrétű bemutatkozás ez. Igen, többen ugye például a palacsintasütés, akkor ilyen elektromos készülékeket is bemutatnak, hogy használják. Tehát elég sokrétűek, nem is gondolná az ember, hogy milyen sok szakmát, tehát képzések vannak itt a megyében. És hát azért láttuk, hogy a kóstoltatások azért talán azok a legnépszerűbbek. Majdnem minden iskolától vannak kis szendvicsek, akkor vagy a lekvár, egyéb ilyen kis kínáló tálak vannak. Reméljük azért, hogy a nyolcadikosoknak is sok segítséget kapnak a mai napon, hiszen azért 3 hét múlva el kell dönteniük, hogy hova mennek tovább tanulni. Igen, mi is bízunk benne, hát majdnem minden iskola, tehát szinte minden iskola képviseli magát. Hát 10 órától jönnek folyamatosan, Berekfürdőről is jönnek, és hát olyan 00:30-ig jelentkeztek be, ilyen fél óránként. Olyan 50, legalább 50 fő itt van. Én akkor azt kell, hogy legyen sikeres ez a mai nap, és akkor találkozunk a következő térségi bőrzén. Köszönjük szépen! A Karcagi Szakképzési Központ főigazgatójával, Pardi Sándorral beszélgettünk. Hány iskolájuk érkezett erre a karcagi bőrzére? A Karcagi Centrum 7 iskolával mutatkozik be ezen a pályaválasztási kiállításon, és az a 7 iskola tulajdonképpen mind a körzetben van, 30 kilométeres körzetben levő iskoláink. Egyetlen iskolánk nem jött el Kunszentmártonból, mivel a beiskolázási területe elsősorban nem ez a térség, és ő úgy gondolta, hogy nem képviselti magát, és hagyja a tanulókat a környezetbeli iskoláinknak. Itt körbenéztünk már, tehát több iskola többféle módszerrel készült, van, aki gyakorlatot is hozott, van, aki csak inkább kivetítő mutatja meg az iskolai életet. Volt ebben valami közös megbeszélés, vagy mindenki azt hozott, amit szeretett volna? Egyéni elképzelések alapján jöttek, de a mi képző szerveink, illetve iskoláink, tagiskoláink, azok tulajdonképpen azt láttam, hogy bemutatót is tartanak, tehát főznek, sütnek, illetve hoztak olyan alkatrészeket, elemeket, amelyeket tulajdonképpen ők képviselhettek, a gyerekeink készítettek. Tehát a leendő tanulóink tulajdonképpen meglátják, megnézhetik, hogy mit kell majd nekik végezni, mit kell csinálniuk, akár még kedvet is kaphatnak hozzá, és mi annak örülnénk, ha kedvet kapnának hozzá, és minket választanának. Hát ez majd ki fog derülni. Nem tudom, hogy van-e így hirtelen az ön eszében egy ilyen szám, hogy hány fajta képzést indítanak, vagy hány fajta olyan dologra várják most a gyerekeket, ami népszerű vagy új dolog. Pontos szám nincs a fejemben, de azért a népszerű szakmákat lehet mondani, ahol igazán van jelentkező, ilyen a heggesztő, asztalos, könyves, tulajdonképpen ácsra sajnos nincs jelentkező, viszont van a szobafestőre, forgácsolóra, ami azt gondolom, hogy a munkaerőpiacon is igen könnyen elhelyezkedhető szakmákat tudnak adni az iskolára, tud adni, hogyha elvégzik a gyerekeink ezt a szakképesítést. Mennyiben változik most a beiskolázás menete, tehát meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezési határidő az majd február végén fog dönteni, akkor be fog menni a győri központba, és onnan fogják majd leadni azokat az intézmények, ahova első helyre jelentkeztek, és az alapján fog eldőlni március környékén, március közepétáján, hogy hány jelentkezőben konkrétan tagintézményeinkbe. És akkor látjuk azt is például, hogy hány diák milyen szakmára jelentkezett, a csoportokat hogyan tudjuk kialakítani. Van esetleg az önökhöz tartozó intézményekben előfelvételi, hiszen annak egy korábbi decemberi időpontja van? Felvétel nincs az iskoláinkban, a tanulmány átlagot azért nézzük, és elsősorban azokat veszük fel, ha nagyon sok jelentkező érkezne valamelyik szakmára, akik a legjobb eredményeket érték el az általános iskolába. Hát akkor jó szakmai napot kívánunk önöknek! Köszönjük szépen! A Kendvesi Mezőgazdasági Szakképzőiskola részéről Molnár Imrével beszélgettünk. Milyen képzési kínálattal érkeztek? Továbbra is a Kendvesi Szakiskolának megvannak a mezőgazdasági, illetve vendéglátós részen is a képzési lehetőségei. Mezőgazdasági részen a legfőbb képzésünk a mezőgazdasági gépész, illetve gépjavító, és mellette mezőgazdasági technikus. Ráépülő képzések is vannak, és nagyon fontos, hogy még már vendéglátós képzésen belül megmaradt a szakácsképzésünk, oda is várjuk a diákokat, illetve a lovászképzés, ami egyedülálló a környéken, hiszen Kelet-Magyarországon nálunk van csak lovászképzés. A kollégiumban tudom, hogy mindenkit el tudnak helyezni. Most azért nem csak a 30-40 kilométeres körzetből érkeznek önökhöz, hanem az ország más tájairól is. Gondolom, hogy épp amiatt a lovászképzés, meg az olyan egyedi képzések miatt, amit az előbb elsorolt. Igen. A megyében azon kollégiumok között vagyunk, ahol nem csak a megyéből, hanem más megyékből is jönnek hozzánk gyerekek. Jelenleg 100 tanulónk van, a 100 tanulónk egyharmada lány, kétharmada fiú, és Pest megyéből, a Nyírségből és egyéb területekről is jönnek hozzánk. Itt elsősorban tényleg a lovászképzés miatt jönnek hozzánk nagyon messziről a gyerekek, mivel mondtam, hogy Kelet-Magyarországon nem nagyon van ez a képzés, és nagyon jól érzik magukat nálunk, hiszen egy kastély környezetében van a kollégium, és egy területen, egy két hektáros területen belül van a kollégium rész, illetve a gazdasági rész, a műhelyek, a gyakorlatos udvar és a lovász rész is. És a gyerekek a kollégiumos idejükben például délutánonként lovasz szakkörön vesznek részt, amit nagyon sokan látogatnak. Hát akkor én sikeres szakmai napot kívánok ma itt önöknek! Köszönjük szépen! A Karcagi Nagykun Református Gimnázium is jelen van ezen a mai bőrzén. Dr. Nagyi Serfőzével, megbízott igazgatóval beszélgetünk. Milyen képzésekkel várják a nyolcadikosokat? A nyolcadikosokat kétféle képzéssel várjuk, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzéssel. A gimnáziumi képzésünkben két típusú osztályt indítunk. Egyik az emelt óraszámú angol, a másik pedig a természettudományi osztály. Az emelt óraszámú angol osztályban fő profilunk nyilván az angol nyelvnek a magasabb óraszámon való tanítása, emellett még választható idegen nyelv a német, az orosz és a latin. A természettudományi osztályunkban kétféle csoportot fogunk indítani. Az egyik csoportban a matematika és a fizika tantárgyakból kapnak a tanulók emelt óraszámú képzést, a másik csoportunkban pedig biológiából és kémiából. Itt az elméleti képzések mellett természettudományi tantárgyakból gyakorlati képzésük is lesz. Terepgyakorlatokra, laborgyakorlatokat fognak a 4 év során kapni. A szakközépiskolai, szakgimnáziumi osztályunkban egészségügyi képzést folytatunk. 4 év alatt az elméleti tantárgyak mellett szakmai gyakorlatokban is részesülnek. Szakmai gyakorlati helyeket a kórházban, a szakrendelőben, a bölcsödében és az idősek otthonában fogják a tanulók teljesíteni. A szakközépiskolai, illetve most már szakgimnáziumi képzésnek nevezzük, a szakgimnáziumi képzés után lehetőségük van az iskolánkban gyakorló ápolói képzést is szerezni, 1 év plusz ráképzéssel, és hogyha még plusz 1 évet itt maradnak, akkor ápolói OK-i szakmát fognak szerezni. A gimnáziumi osztályunkban is eljuthatnak az ápolói képzésre, aki menet közben meggondolja magát, és az egészségügyben szeretne elhelyezkedni, csak nekik a gyakorló ápolói képzés
két évig fog tartani, ugyanis azokat a szakmai tárgyakat, amiket a szakgimnázium osztályokban a 4 év alatt megtanulnak, ők 1 év alatt pótolni fogják. Ezzel, hogy megváltozott a szakközépiskola és szakgimnázium lett belőle, itt megváltozott az ő érettségi vizsgájuk is, mert az érettségi vizsga mellett ők komplex szakmai vizsgát is tenni fognak, ami a továbblépéshez segíti őket. Hát akkor én azt gondolom, hogy itt most sok-sok kérdéssel érkeznek a 8-osok, hiszen tényleg sok mindennel várják őket. Sikeres szakmai napot kívánunk Önöknek! Nagyon szépen köszönöm, túl vagyunk egy sikeres nyílt napon, ahol azt gondolom, hogy a 8-osoknak az érdeklődése szép számban megnyilvánult irányunkban. Várjuk a jövő évben, hogy a leendő diákjaink minél nagyobb számban jöjjenek. Varga Bence most érettségizik a Karcagi Nagykonreformátus Gimnáziumban. Mit adott neked ez az iskola az elmúlt 4 évben? Igazából nekem nagyon sok mindent adott, mind közösségi, mind tanulmányi módban, mert nagyon összetartó és jó csapat van a gimnáziumban, és a tanárok is nagyon megfelelő oktatást adtak számomra, amivel a további életemben nagyon sok mindent fogok tudni használni. Tehát gondolom, hogy itt a diák élet mellett azért voltak olyan plusz dolgok, esetleg nyelvvizsgára felkészítés, plusz olyan órák, amiben plusz dolgot kaptál, rendelkezel már esetleg nyelvvizsgával? Még nem, de minél hamarabb szeretném megcsinálni, amihez rengeteg alapot és tudást szereztem az iskolában. Mi volt az a szak, amire te úgy szakosodtál a 4 év során? Tehát melyik tantárgy tetszett, és az mondjuk miért? Én sima gimnáziumon voltam, de ez a képzés már nem indul az iskolában. Jelenleg 3 képzés indul, a biológia, kémia, a matematika, fizika és az egészségügyi szakképzés. Én igazából nem tudtam, hogy hova szeretnék és mit szeretnék csinálni, ezért mentem az általános gimnáziumba, de földrajz fakultációt választottam, és ezzel is szeretnék tovább menni. Akkor én most neked először egy sikeres érettségit, utána pedig egy sikeres felvételit kívánok. Köszönöm szépen! A Szent Anna és Sámmel Gimnázium szakközépiskolás kollégiumból Futó Lajos gyakorlati oktatásvezetővel beszélgetünk. Itt az Önök tanyánál is ott vannak a 8-osok. Mi mindennel várják őket szeptembertől? Hát mindenképpen mindenkinek ajánlom a Szent Annai iskolát, főleg azért, mert szerte ágazó a oktatási kínálatunk. Gimnázium részéről a rendvédelmi oktatás, amely gimnázium, de nagyobb óraszámban tartandó a önvédelem és a rendvédelmi ismeretek. Továbbá a gépészeti oktatásban a mezőgazdaság gépész, azon túl a technikus oktatás. A új tanüzem, ami felépült, az élelmiszer feldolgozás, főleg a gyümölcs feldolgozásra. Itt a gabona bevizsgálástól a liszt, aztán a gyümölcsnek egy 4 fokozatú további kimenetele, haszalvány, lekvár, gyümölcslé, pálinka, és a legvégén ugye az olaj, mint olajos magvak feldolgozása. A környezetvédelmi oktatásban is ugyanúgy a kimenetel technikusi végzettség. A gimnázium képzésben pedig az emelt német és az emelt angol, amit kínálunk a diákoknak. Én azt javaslom, hogy ne menjenek el, maradjanak itt a szüleiknél a kedves karcagi tanulók, és vegyék birtokba a gyönyörű szép környezetben lévő új tanüzemmel, új iskola épülettel és a jól felszerelt tanműhelyünket vegyék birtokba, és maradjanak itt, nem kell utazni, itt a helyük. De ezt majd el fogják dönteni a szülők, de reméljük, hogy sokan így döntenek, hogy az Önök iskoláját választják. Ide a kiállításra azért hoztak egy kis gyakorlati bemutatót is, tehát azért vannak a szokásos szórólapok, de egy kis gyakorlati bemutatót is láttunk.
Mindenképpen hoztunk, már hoztunk az élelmiszeripari tanüzemben készült termékekből gyümölcslé, lekvár, aszalvány, liszt. Nyilván a gépészeti vonalon is felmutatjuk a ott lévő taneszközöket. Az annyiban egy kicsit hátrány, hogy kis hely van, de nagyon szívesen fölálltunk volna az új kombánnyal is, a Tucano kombánnyal, de jöjjenek a diákok, próbálják ki, nézzék meg. Aztán hozhattunk volna ugyanúgy bemutatót, mint ahogy a szolnoki bőrzére is vittünk az önvédelmi bemutatót, amely szerintem patinás volt, sőt, amit hallottam, hogy szinte profi szinten művelték ezt a szakmát, idézőjelbe. Gimnázium részről csak szépeket és jókat tudok mondani, hiszen gyerekeket kellett volna elhozni, és a hely hiányában azokat a ügyes gyerekeket nem tudjuk elhozni, hogy na most elmondják, bemutassák azt, amit ott átélnek. De volt tanítványaim, most beszéltem, és nagyon szívesen odaültek a standra, hiszen még mindig kötődnek a volt iskolájukhoz. Köszönöm. A Szent Annainak is akkor jó beiskolázást kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot. Szabó Boglárkával, a Szent Annai végzősével beszélgetünk. Honnan érkeztél az iskolába? Bánhalmára érkeztem, Bánhalmáról. És miért ezt az iskolát választottad? Hát elmentem a nyílt napra, nagyon megtetszettek a szakok. Elsősorban a rendészet itt az érdekelt, és utána hát a német nyelvet választottam. Most megmaradtam technikusin, és most már végzős vagyok. Tehát akkor már az érettségid megvolt, és akkor most még plusz egy szakmát is tanulsz. Utána hova mész? Igen, szeretnék mindenféleképpen tovább tanulni, és ebben a szakmában, a környezetvédelemben. Hát ha minden jól megy, akkor Nyíregyházára szeretnék felvételizni. Akkor te most, ha jól számom, 6. éve vagy az iskolában, ez alatt azért sok minden változott. Tehát mi volt az a legnagyobb változás, ami nektek is egy plusz dolog volt? Most a vagy az élelmiszerüzem épült meg, és az eléggé fellendült az iskolában, nagyon, hát, hogy mondjam, érdekes. És mi is, nekünk is van ott gyakorlatunk attól, hogy környezetvédelmet tanulunk, sokat vagyunk mi is ott. Tehát akkor ezért is ajánlanád a 8-osoknak? Igen, az nagyon érdekes, és sok a gyakorlat, és nagyon sokat lehet abból is tanulni. Hát akkor én neked most sikeres évvégi vizsgát, és jó tovább tanulást kívánok. Köszönöm szépen. Miért jó varrós diáknak lenni? Kérdezem Fekete Lászlótól. Hát sok jó dolgot tudunk megcsinálni iskolába, főként a szakmákra épül az iskola, meg a szakképzésben nagyon jó az iskola, jó a szakmai tanárok, jó a gyakorlati képzésünk, könnyen el tudunk helyezkedni majd ezzel a szakmával, rendesen megtanítják nekünk a szakmát, meg a iskola élet is elég mozgalmas, úgymond, jó a hangulat is, minden nap mindig van valami, aki, hogy mondjam, jó dolgot tesznek. Plusz dolgot kaptok plusz dolgot akkor. Kapunk, meg mindig az ember kap egy kis pozitív dolgot az iskolába, a dicséretet, gyakorlati helyen. Nagyon jó amúgy az iskola. Akkor picit beszéljünk róla, hiszen úgy tudom, hogy nem karcagi vagy. Miért választottad ezt az iskolát? Nekem én a szakma iránt, a gépforgásról szakma iránt jöttem be az iskolába. Nekem meg is tetszett, meg is szerettem. Kollégiumban lakok. Vissza szeretnék jönni 2 év érettségére, mert érettségi mostanában már mindenhez szükséges, meg utána még a továbbképzésbe sárhat az érettségi. És így jó, közel is van, meg mindegy, jó a karcak. Hát akkor reméljük, hogy sikeresek lesznek a te terveid is. Köszönöm szépen!